A modern román állam centenáriuma alkalmából egy másfajta esemény megszervezésére vállalkozott két bukaresti mesterszakács. 100 éves háború címszó alatt a román és a magyar konyha hasonló fogásait versenyeztették a fővárosi közönség előtt a hagyományos ozoszép gasztronómiai vásár keretében. Idén ősszel is vásárolhattak a bukarestiek Székelyföld gasztronómiai kínálatából, hagyományos hús- és tejtermékekből, de kürtös kalasot is kóstolhattak, és két mesterszakács főztjét is kipróbálhatták. Az első nap a kettejük versengése döntetlennel végződött, ha hinni lehet a bukovinai származású, tévés főzőműsorokból is jól ismert mesterszakács Marius Tudosiei szavainak, amikor pacalból készített fogásokat kóstoltattak meg az érdeklődőkkel. Másnap a magyar gulyás a moldvai tokánnyal verseny. A fővárosi Pápa Alá Sonni magyar konyhát kínáló vendéglőt működtető Alexandru Pădurean, azaz Sanyi elmondta, hogy mi is a különbség. Igazából egyformán kezdtük, disznóhúsból, hagymával, paprikával, csak azután nálunk kezdik, aztán a gulyáskrémet teszünk belé, akkor tesszük a paprikát igazából. És ez az egész, hogy a szalon, én először a hagymát szalonnával, füstölszalonnával megpergeltem, hogy egy kicsit, hogy legyen ilyen füstölt íze, akkor én teszek belé még kolbászt, füstölt kolbászt. A moldvai kollégája arról beszélt, hogy a szülőhelyén attól függött a hús és a krumpli aránya, hogy miből volt éppen több. Amúgy arról is mesélt, hogy már gyerekkorában elbűvölte, hogy mennyire különbözik Moldova és Erdély konyhájának az ízvilága. Ahogy átjutottunk a hegyeken, Moldvából jövet teljesen megváltoztak az ízek, nekem pedig nagy élmény volt felfedezni a helyi konyhát, ha akkor még nem is tudtam a készítmények nevét. De nagyon érdekesnek találtam, kíváncsian kóstoltam meg mindent. Rendkívülinek tűnt, hogy a hegyeken túl alig néhány kilométernyire a miénktől teljesen eltérő konyhát találjak. A versengés eredményét nem tudjuk, a két mesterszakács alig, ha nem jó sakkozóként ismét kiegyezett a remiben. A rendezvényen résztvevő bukarestiek azonban mindenképpen jól érezhették magukat az idei Ozoszép Fesztiválon.